Sziasztok! Mivel látjátok, hogy a fészkem az eléggé nagy, és egy játékba se vagyok belépve. Na hát igen, ez annak az oka lenne, hogy én leforgattam egy videót, méghozzá egy House Flipper videót. Épp ezért pont megszólalt, hogy Nila, vedd be a gyógyszert, 2 óra van a kemós gyógyszeremnek az ébresztője. Mivel ez minden napra van állítva, épp ezért ma is megszólalt, és az én videómnak a tartalmát úgy hittük, hogy elvesztettük, hiszen megszakadt emiatt az ébresztés miatt. Ezután kiírt nekünk egy szöveget, bármint kiírt nekem, és hát nem emlékszem, hogy mi volt, de arra emlékszem, hogy a válasz az volt rá, hogy törli a fájt. Tehát, hogy nem értettem. Utána videóvittem apukámnak a tabletet, hogy nézze meg, hogy mi ez. És megnéztük, hogy megvan ez a videó. Azt hittük, hogy letörlődött, hiszen úgy látszódott, hogy letörlött. Letörlődött. De épp ezért az történt, hogy miközben ugye csináltunk egy második részet is, mert azt hittük, hogy ott az nincs meg, és akkor, hogy azt bemutatom, hogy eddig mit csináltam. Szóval most 2 videót csináltam, ugye nem volt ruhában, de van ruhám. És épp ezért szeretnék mondani, miközben néztük volna meg azt a fájt, hogy átmásoljuk a második videót, akközben rájöttünk, hogy ugyanúgy ott van az a másik fájl is, tehát az utolsó pár perc az elmaradt, és a kikeszenésem is, de kikeszenni már nem is tudtam, szóval hát el is köszönnék. Ennyi szerettem volna mára, hogyha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról se. Sziasztok! Ja, és ha akartok, csináljatok belőlem mémet YouTube csatornán, pedig úgy, hogy töltsétek föl, hogy Nila Forever Smile mém. Szóval, sziasztok! Sziasztok! Ebben a videóban house flipperezni fogunk. Oké, most már fagyasulta a fészkám, ha minden igaz. Tehát ott fejeztük be ezt az egész mindenséget, hogy itt ezt megcsináltuk. Ja, igen, erre emlékszem. Mindegy. Egy kérdés, hol lehet bemenni a házunkba? Szerintem felpörgetem az időt, mivel nem látok. Hát jó, lesz 10 óra? Mindeneket. Kicsit fagyoskodok. Nehogy már így sem lehet bemenni. Az a baj, hogy már nagyon-nagyon-nagyon régen volt a legutolsó videó, amit tényleg nagyon-nagyon sajnálok, de hát nem volt. Komolyan itt az ajtónál van az a hatalmas nagy jacuzzi. A WC papír még vár minket. Igen, közben én egy kicsit eljöttem körülnézni egyszer, hogy mit csináltunk meg, hogy mit kéne még megcsinálni, mert ugye, hogy ide eljövünk, ide is, voilà, itt a konyha. Szóval itt lesz a konyha nekünk is, viszont
nem itt lesz a konyha. Tehát nem itt lesz nekünk a konyhánk, mivel itt valamilyen... étkező lesz, ez az étkező, és ez pedig a konyha, igazából csak a sorrendet cseréltük föl. Úgyhogy szerintem a konyhát fogom megcsinálni, mert a konyhát fogom megcsinálni, mert a konyhát. Igazán nagyon fogalmas, egyébként olyan, mint hogyha egy kicsit szaggatna a játékom. De remélhetőleg, hogy nem zavaró. Tehát itt most mindent eladok. Amúgy tényleg mindent el fogok adni, azt persze, hogy nem tudom. Egyébként ez a piros tapéta tetszik, viszont egy probléma van vele, hogy ugye ez konyha, és ide csempe kell, meg ilyesmi. Akkor ez most csak valamilyen kehet? Vagy árvagoltattam ez a magamat? Na mindegy. Igazából minden ugyanolyan lesz, csak a sorrend lesz fölcserélve, hogy mi hol lesz, mert úgy lesz. Oké? Okay? Jaj, de álmos vagyok. De videózok. De nem baj. Egyébként sohasem értem azt, hogy ez a hülye falon. Felhánytok, vagy fel... Tudjátok, mire gondolok. Tehát, hogy mi az ott? Na mindegy. Természetesen letakarítom. Elsőre letakarítom. Egyébként... bocsánat, nagyon sokáig elmaradt ez a... videótípusom. Bocsánat, a hajam az ugye, amit valami nem tudom így. Közben nagyon melegen van. Azért maradt el egy részt, hiszen nagyon sok videót kellett csinálnunk, és ez most pont kimaradt a sorrendről, szóval megpróbálom magamat visszahozni. Nem tudom, hogy jól fog szükeholni, de megpróbálom. Itt is van. De hát, hogy mi ez, ami itt van, ami csúnya? Ott is van, de ezen a falon nagyon nehéz észrevenni. Szóval, hogyha valahol van, akkor szóljátok nekem, mert mindenféleképpen szerintem el fogom felejteni. Ami még nem igazán lenne szerencsés, mert... hát, ja. Értitek? Ja. Mindent eladtunk, ezeket pedig fel kell takarítani. Yes. Új, de undorító, hogy van ilyen. És kezdtem, nem halljátok, mert... nem jóba volt bedugva a fülem, tehát, hogy eddig eléggé hangnak lehettem. Remélem, hogy nem. Tehát igen, akkor itt mindent összetakarítottunk, és ott is a... mit tudjam én, maszat.
Egyébként ide most fogunk venni kutyus vagy cicát. A cicát annyian nem szeretem. Ez mondjuk így eléggé tetsz. Tetszik. Viszont egy probléma van ezzel, hogy ide már nem tudom, hogy mit tegye. Az ilyen kis gamer sarok, ahol tudnak gamerkedni. Ez ugye, mondjuk ennyi kontroller van. De hogy minek? A gazdagok. Nem szólok bele. Az is lehet, hogy itt megnézem, hogy itt mi van. Ez a garázs. Ez egy lenti fürdőszoba. Itt az emeletünk. Itt ezt már megcsináltam. Az ajtóból tudom. Oké. Kicsikét sok. Sok ruha, de... Sok. Na jó. A fogalmazásomhoz az a vívági fáj. Egyébként ne kérdezzétek, hogy most miért ilyen vagyok, de nem tudom. Egyébként most az a tervem, hogy elmegyünk, és nagyon szépen úgy fogjuk ezt az egészet megcsinálni, mint nem tudom mi, de szépen fogjuk megcsinálni. Ennyi. Viszont elveszítettem a fonalat, hogy mégis hol van a konyha, ami itt van. Felpörgetem az időt. Mert ez föl kell. Mert különben igazából semmit nem látok, és az nektek sem jó. Itt egy bő így, hogy így majd be tudjanak csobanni, de nem hinném. Kelleni fog nekünk... van autójátékban, mindegy. Valamilyen hal, meg ajtó. Wow, szép! Ez modern, teszik. De... Csak egy ilyet. Meg... ide is fogunk tenni egy olyan ajtó, ami megnehezíti a dolgot. Nem fogunk tenni. Akkor egy olyasmit, mint valami szép csempét. Akartam, nem mindegy. Valami csempe, de miért? Lehetne rózsaszín. Elsőre természetesen lámpa kell, meg vihany kapcsoló. Meg lámpa. De lámpa, nem tudom, hogy működ. Nem tudom, valami rózsaszínt szeretnék. Lehetséges, hogy egy kicsikét ez régies, vagy ilyen lámpa.
a leges legdrágábbat szoktam venni, mert általában annak a fénye remélhetőleg a legerősebb. Remélhetőleg ez így nem lesz sok, és ezeket most el fogjuk helyezni. Úgy középre. Már spoiler ez is, hogy milyen a fény. De neki nem kell spoiler. Az a helyzet. Gyatara. Gyakorlatilag nincsen semmi fénye. Nehogy már a legolcsóbbnak legyen. Ha annak lesz, eldobom az agyamat. Szó szerint, kidobom az ablakon. De... ez a játék olyan, hogy igazából tök mindegy, mert mindig ilyen lesz. What the fuck? Tényleg ennek? De miért? Akkor gyerekek, ami olcsó, az jó. Legalábbis ebbe. Nézzük, hogy igaz-e. És igaz. Néhányat így elszórunk a plafonon. És tök jó. Kell nekünk egy zseblámpa. De hát miért nem kapcsolódik? Abba a helyiségbe kell tenni. De... ez így jó fényt ad. Akkor ide, igen, ide kell nekünk egy ablakocska. Valamilyen olyan nagy, ilyen jó, mert olyan szép. De hát, hogy elfér, akkor még nem tudom. Itt vagy. Tehát, akkor milyen üveg legyen, mert nem értem. Tehát ez nem passzintom be. Egyébként viccet félretél, mert szeretnék ide egy kandallót. És be is tudom kapcsolni. Hát szerintem, hogy belehat. Na mindegy, de erre akkor tudunk valamilyen virágot. Rátenni, mert hogyha virágot ráteszünk, akkor ez szép. Nem tudom, hogy ez mennyire praktikus, de teszek ide egy tükröt. Meg mit szóltok egy... gömbhez? Akkor földgömbünk az nem lesz. Helyette ilyenünk. Oké, akkor kell nekünk, mivel ez egy ét csoki, épp ezért kell nekünk
étkező asztal, de kellene ilyen is. Tehát az étkező asztal az a bútorok. Csak egy van. Aki szeretne, az ülhet oda. Ez a koncentrálós fejem, gyerekek. Hogyan? Képzeljük azt, hogy ez egyben van. Ez most komoly, hogy lehet ilyet. Óvatosan kell eladni, nehogy a tükröt. Oksi, és akkor valamilyen kényelmes széket hozzá. Ez már ez hasonlít a pelionos. Nem passzol be, úgyhogy ez nem. Meg ez passzol a színéhez. Amen. Okay. Nem erre akartam menni. Nagyon idegesítő. Képzeljétek el, hogy ilyen nem bír ugrani egyszerűen a karakterem. Oké, ez itt készen, akkor kellenek tányérok. Valamilyen szép kis szekrényt tehetnénk, vagy nem is tudom. Egy mondjuk egy ilyen kis könyves, nem, az nem illene, valamilyen festmű. Mondjuk ez. Ez olyan világos, élénk, de nem túlságosan. Oké, ezt szerintem megfűszerezte, meg akkor, ha nem probléma, akkor úgy fogom csinálni, hogy valamilyen. Valamilyen mit akartam? Valamilyen más tapétát, vagy valamit, mert nagyon sötét. Sötét a fal acska. Itt azért fogom ezt. Ott akasz. Azért elfogadnátok ilyen falat. Én nem igazán már nagyon vágyaztam, de én el. Oktopusz, mit csinálsz? Van pénzem, akkor mi van jót volt? Szerintem ez így jó. Csak azokat letakarítom. Ott egy kérdés,
ott miért nem engedi? Vagy ott mi a baja? Miért nem tudom. Próbáljuk meg most. Na. Oké, és akkor van a milyen pahód. Csak hogy nem tudom miért. Ide talán ilyen illik. Ja, hát ez így szép. Igen, ez így szép. Az a baj, hogy nagyon üres, úgyhogy valamilyen szőnyeget, valamilyen nagyon szép, tuti jó buli szőnyeg. Szőnyeget mondjuk ilyesmi dizájnban. Ami szerintem egészen nem rossz. Tehát kellenek nekünk a tahinyéhak. Még nem tudom, hogy hol vannak. Ah! A kis uncsi. És akkor készen van itt az ebédlőnk. Ja. Nem. Persze, hogy nem. Hát miből leszik a kis cica? Neki is kell, de ő nem ebből leszik. Nem. Nem. Ő nem. A macska mondta, az nem tett eszembe. Veszünk egy kis sziszát. Kutyát. Ő egy golden retriever, de nem gold színű. De nem probléma. De attól még az lesz a neve, hogy Goldie. Szóval... Ez a kutya valami nagyon szép. Csak megkérdeztetem, hogy hova megy. Szerintem megvan adva az a vallum, ahova mehet. Tehát, hogyha ide teszem, akkor itt, ekkora körzetben mozog. Tehát én ide teszem le. Bocsánat. Akkor... Goldi, menni ide! Ennek jó, nem baj. Kis lesz a kutya. Nem tudom, hogy hogy mutassam neki, hogy menjen enni. Na mindegy. Tehát akkor megcsináljuk a konyhát. Az a baj, gyerekek.
Tehát valamilyen szép csempke kéne. Csak mindegy, valamilyen csempe. Mert de valamilyen konyhás. Milyen egy konyhás csempe? Ott is a mocsok. Mit nem tudom, hogy mondjam. Szerintem ez a kék így igen. Ez a kék ezzel szerintem így egy kis szép. Nem csak ez. Mivel most nem szeretnék ezzel bonyolódni, hogy olyan nehéz nem lehelyezni ezeket a bútorokat, a konyha bútorokat, szóval most megkákáljuk ezt az egészet, és egy ilyet hívok le. Hívok le, ami túl nagy. Épp ezért hívom le. Így. Ezt. Ami nem tudom, hogy miért. Ó, félrelítem. Ha ide teszem, akkor már elfér. Ne kapcsold le a villanyt. Szívesen elmegyük el a diattervezőnek, vagy na, a házon valaminek. Ha szeretnétek, szívesen. Találkozunk máskor is. Szerintem... Mi más kell egy konyhába? Igazából minden megvan. Ja, bútorok, kés, villa, izé, bizbasz. Akkor kell nekünk egy ilyen bútor, ami... Hol van? Ha erre tudunk tenni, akkor egy csomót ide lehívunk, és... Úgymond akkor ez a polcunk, szóval megnézem. De már néztem, úgyhogy hát sajnos meg kell válni. Műveletlen, nem azért, mert nem tetszik. Azért is. Legfőképpen azért, mert nagyon nem passzol. Szóval bye-bye! Épp ezért ebből a legnagyobbat. Érti? Tehát. Ez viszont lehet, hogy erre az oldalra kellene lehívni, de ne úgy. Kicsik és beljebb alatt. Kérem. Oké. Meg akkor kell nekünk még egy. Aztán... Ja. Húha, ez nehezen mint szemelni. Tehát akkor kell nekünk egy lapos. Itt a tányér.
És akkor igen, nem szimmetrikus, de ez most nem értek. És kell nekik hármas. Bármint egy. Ígyni. Meg kell nekünk kés. Ilyen kék. Sziasztok! Igen. Hát, hogyha belépünk a házban, akkor már egy kis festék vagy tapéta ragasztó szagot is lehet érezni, hiszen ez a kutya eddig igaz nem volt itt. Nem volt itt ez az étkező sem. Nem volt itt ez a konyha se. Na igen, drága látos nélátok, a jelek szerint elfelejtette bekapcsolni a kamerát. De én úgy emlékszem rá, hogy bekapcsoltam még 27 perckor, észre is vettem, hogy megy, és valamit kiír, csak már nem emlékszem rá a programom. És csak 2 percet vett föl. Szóval most gyakrabban fogok rá menni, hogy veszett, tehát hogy megmutatom, hogy eddig mit csináltam. Ezt pedig eladom azt a másik komódot, mert az meg nem kell. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi okozta, de ezek szerint nem nyomtam be a kamerát. Nem tudom. Tehát szépen megcsináltunk egy... hát van a villanykapcsoló, itt van. Oké. Egy étkezőt. Ilyen hoppá-loppá. Ilyet. Ilyen nagyon szép dizájnos szőnyeggel, nagyon szép étkezőasztallal, egy festménnyel, nagyon szép 3D-s fallal, egy kandallóval és egy tükörrel. Majd bejövünk szépen a konyhába, és észrevehetjük, hogy itt milyen szép a csempe, a világítás. Itt van például a konyhának a ez a bútor. Ilyen egyberészes kis komódok. És szakadt a játék. Tányérok. És egy ki is törtünk, amiben van fakanál, meg ilyesmi. Fogjuk rám. Vízforraló. A forraló. És igazából ennyit csináltam.